Szabó Tibor két fronton is igyekszik megállni a helyét, hiszen az NB3-as felnőtt csapat vezetőedzője az akadémiát szakmai igazgatóként irányítja nyáróta. Annak jártunk utána, hogy is néznek ki mindennapjai. Hogy is néz ki ez Szabó Tibornál általában egy mérkőzés nap? Nálad ugye egy kicsit bonyolultabb is, hiszen valamikor akadémiai igazgatóként, valamikor felnőtt csapat edzőként. Hát a meccsnap a felnőttnél az ugye most a reggeli után, most a csapattal megyünk reggelizni, utána kint vagyunk a pályán, készülünk a mérkőzésre taktikailag, utána van egy taktikai értekezlet, bemelegítés, tehát igazából a szokásos történet, nincs semmi különös. Mérkőzés előtt a játékosok az öltözőbe, én inkább külön, tehát a taktikai értekezlet után nem nagyon szoktam bemenni az öltözőben. Mérkőzés előtt, amikor kivonulunk, akkor még egy összejövünk egy csatakiáltásra, aztán úgy megyünk ki a mérkőzésre. Mennyire dolgozik még ilyenkor benned egyébként a druk, vagy ez már azért inkább a régi idők zenéje? Hát, mérkőzés előtt van. Tehát a mérkőzésen nincs. Tehát a mérkőzésen nyugodt vagyok. Mérkőzés előtt van druk vagy stressz, de mérkőzés alatt általában, hogy higgadtan próbálok gondolkodni és döntéseket hozni. Mennyire nehéz egyébként összeegyeztetni a két pozíciót? Most ugye akadémia szakmai igazgató is vagy már nyáróta, illetve a felnőtt csapat vezetőedzője. Gondolom azért nem egyszerű matekozni a percekkel. Igen, most kevés az idő, a munkaidő, tehát próbálok minél többet a munkával foglalkozni. Ez így is van. Össze tudjuk egyeztetni, össze tudom egyeztetni, nem egyszerű. Olyan szempontból könnyű a mérkőzések, hogy szombaton vannak az utánpótlás mérkőzések, vasárnap a felnőtt, tehát a szombati mérkőzéseket azért többnyire látom az utánpótlásnál. Az edzéseken is részt veszünk, hiszen az edzések nem egy időben zajlanak a felnőtt edzésekkel, tehát azokat is nézzük, ugye a Csima Gyula segítségével képbe vagyunk az edzőknek az edzői munkájával kapcsolatban, úgyhogy eddig én azt gondolom, hogy normális kerékvágásban működik. Az okoz esetleg problémát, hogy egyik pillanatra a másikra eltájön az agyad az utánpótlásról a felnőtre? Ne, ezzel nem gondolkodtam, nem okoz problémát. Foci, tehát a labdarúgás, az, hogy utánpótlás vagy felnőtt, persze van különbség, de mind a kettő labdarúgás, és az nem okoz problémát ez. Ugye ez egy bizonyos szempontból egy új év számodra, és olyan szempontból, hogy egy NB3-as vezetőedző vagy, illetve először vagy akadémia szakmai igazgató. Erre az évre te milyen célokat tűztél ki egyébként személy szerint magadnak? Hát az akadémiai vezető vagy szakmai igazgatóként igazából az, hogy tényleg folytassuk azt a munkát, amit megkezdtünk egy pár évvel ezelőtt. Próbálunk precízebben dolgozni, és egyféleképpen gondolkodni, éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy az edzőknek a belső képzése megtörténjen, vagy folyamatosan történjen. Ezen dolgozunk, hogy egyféleképpen gondolkodjunk, akár az edzésvezetésben, akár a mérkőzésekben, vagy meccseléseken, illetve hogy állítják össze az edzők az edzéseket. Hát ezen dolgozunk, hogy ez jól működjön. Elindultunk egy úton, remélem, hogy az edzők jól érzik magukat, és szeretnek dolgozni, és szeretnek csapatban dolgozni. Mi ezen próbálunk segíteni, szeretnénk elérni az akadémián azt, hogy a játékosok nem befeszülve játszanak, hanem hogy élvezzék ezt a játékot, és talán, hogyha nincsenek befeszülve, nincsenek stresszbe, akkor jobb teljesítményt tudnak nyújtani. Én azt szeretném elérni, hogy innen, aki kikerülő akadémista játékos, az vagy találja meg a helyét a labdarúgásban, vagy az élet más területén, de úgy gondoljon ide vissza mindig, hogy itt jól érezte magát. A felnőtt szinten, az NB3-as csapatnál természetesen most egy építkezési fázisban vagyunk, alakítjuk a stílusunkat, én azt gondolom, hogy azért az látható, hogy mit szeretnénk játszani és hogyan. Ez nem mindig párosul eredménnyel, ezt szeretnénk, hogy minél eredményesebbek legyünk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!